Az évszakhoz képest szokatlan verőfényes tavaszi napsütésben lelkes társaság gyűlt össze, hogy teljesítse a távot. Voltak házaspárok, családok a gyerekekkel, de magányos vérbeli túrázók is, 6-tól 66 éves korig. Ketten lóháton, ketten pedig kerékpárjuk igénybevételével tették meg a távot. Az előző évek tapasztalatából kiindulva körülbelül 20 emberrel szoktunk menni, bár a legelső túrán, amikor olyan mínusz nagyon hideg volt, és befagyott a Tisza, akkor 4-en voltunk. Pontosabban 5-en, mert a kutya is jött velünk. Nem csak emberek, házi kedvenceik is részt vettek a túrán. Ez a kutya a gazdája mellett sétálta végig a távot. A túrázókat is a virág sétaösvényen, a martonosi töltésen és a kisréten át jutottak el Martonosra, ahol a szokásoknak megfelelően az egyesület egyik aktív tagja finom ebéddel várta őket. Az első alkalommal kakaspörkölt volt bográsba, második alkalommal volt a körömpörkölt, harmadik alkalommal krumplistárhonya, és most ismét egy kis körömpörköltet próbálom meg vendégelni a népet. Ez a férfi csak ritkán jár haza. Külföldön dolgozik, de az ünnepekre hazatért. Azt mondja, jól esik neki a túrázás után a hazai körömpörkölt. Ezt a gyenge részvételemet próbálom kompenzálni úgy, hogy az összes külföldi kirándulásomat a természetjáró klub nevében próbálom dokumentálni, meg fényképezni, és akkor, hogy ott is jártunk. Az évnyitó túrázás programok sokasága követi majd.